A király és a patak. Élt egyszer régen egy király, aki minden egyes nap növekedett hatalomban és gazdagságban, és ezzel együtt nőtt az arroganciája. Valójában olyan hatalmas lett, hogy nem csak az emberiség, hanem a természet uralkodójának is gondolta magát. Hogy meri ez az ág elzárni az utamat? Azt akarom, hogy ezt a fát kivágják! Felség, ez a palota legnagyobb és legöregebb fája. Akkor ne felejtsen el tiszteletet mutatni felém! Vágd ki azonnal! A kertész azt hitte, hogy a király elfelejtkezik a fáról, de nem így lett. Néhány nappal később, amikor a király ismét elhaladt mellett, de nagyon dühös lett. Azt mondtam, hogy vágd ki ezt a fát! Hogy merészelsz ellent mondani nekem? Őrök! Börtönbe vele! És ezt a fát vágjátok ki! A gyönyörű fám, kérem! Apám, kérem, engedj el az öreg kertészt. Úgy tesz majd, ahogy mondja. Ez az utolsó figyelmeztetésem. Ha nem vágod ki azt a fát, mész a börtönbe! Az én fám. Hát hogyan? Ne aggódjon. Nem vágjuk ki. Csak áthelyezzük az otthonán kívüli kertbe. Köszönöm, köszönöm. A királylánya szerette a fákat és a virágokat, valamint a madarakat és az állatokat. Nagyon zavarta a király hozzáállása. Én vagyok a király. Ezeknek a virágoknak rám kellene nézniük. Szabadulj meg tőlük! Tedd őket a palota végébe. Apa soha nem megy oda. Hogy mernek ezek a madarak zavarni engem? Szedd le a fészküket! Őket a szobám előtti fára. Ott biztonságban lesznek. De egy nap történt valami, amit még a hercegnő sem tudott orvosolni. A király épp a palota kertjében sétált, amikor egy patakot pillantott meg. Óvatosan, felség! Felség, minden rendben? Az a patak! Azt akarom, hogy távolítsák el! Azonnal! De... felség... Csapold le az összes vizet! Itt előttem! Most! A király minden szolgáját befogták a feladatra. Vödör-vödör után, tartály-tartály után. Megpróbálták lecsapolni a patakot, de nem sikerült. Vidáman áramlott ugyanolyan erővel, mint addig. Torlaszoljátok el kövekkel! Megpróbálták kövekkel eltorlaszolni, de a víz megtalálta a módját, hogy átcsúszson a kövek közötti kis barázdákon. És tovább folyt. Így végül a dühös király elrendelte. Töltsétek fel a patakot homokkal és földdel, hogy ne tudjon áramlani. Akkor ki kell száradnia. Így végül, miután elegendő föld és homok került a patakba, úgy tűnt, hogy kiszárad és nem jelent meg többé. A hercegnőnek ez nagyon fájt. Atyámnak nem volt joga ezt tenni veled, kedves patak. Ezúttal túl messzire ment. Hozd a lovam! Igen, fenség! A hercegnő kilovagolt az erdőbe a bölcs őszasszony házához, aki a világ sok titkát ismerte. Ezúttal atyád tényleg túl messzire ment.
Hogyan állíthatjuk meg őt? Hogyan kapjuk vissza a patakot? Atyám senkire sem hallgat. Ismerek néhány lényt, akire hallgathat. Holnap légy ott a királyi udvarban, és elküldöm néhány barátomat, hogy találkozzanak királlyal. Köszönöm! Ahogy a bölcsasszony megígérte, másnap a királyi udvarban hirtelen megjelent. Mindannak nevében, amit az égen lát. Jó reggelt önnek, felség! Mindazon dolgok nevében, amelyek a földhöz és az éghez csatlakoznak. Jó reggelt önnek, felség! Kik vagytok? Soha nem láttam még hozzátok hasonlót. Én vagyok az a tündér, aki az ég felhőiben él, és én piknikeztem a szivárványban, amelyet tegnap annyira csodáltál. A szivárványban voltál? Na és te ki vagy? Én vagyok a tündér, aki vízcseppekben él, amelyeket a patak a tengerbe küld, és amelyek felhőket hoznak létre, és esőként térnek vissza. Hát jó. Na és mit akartok tőlem? A felhők egyre kisebbek, mert a patak már nem képes cseppeket küldeni nekik. A barátaimmal pedig hajléktalanná váltunk, mert nincs csepp, amiben élhetnénk. Vissza kell kapnunk a patakot. Menjetek innen! Nem akarom itt azt a patakot! Akkor nem fogod teljesíteni velünk szembeni kötelességedet. Ha úgy gondolod, hogy uralod a természetet, akkor azt meg is kell védened. El innen! A hercegnő elszomorodott apja makacsága miatt, és visszament a bölcsasszonyhoz. Ne aggódj, kedves! Holnap küldök még néhány teremtményt, hogy beszéljenek a királlyal. Ahogy ígérték, másnap reggel még két varázslatos lény jelent meg a király előtt. Ez meg mi? Felség, a patak körüli kövekben élek. Jaj, már megint az a patak! Elegem van! Felség, a patak alapos polírozást adna a köveknek, ahogy az átsuhan rajtuk, de most piszkosnak tűnnek, és nem olyan fényesek, mint korábban. Nagyon szomorúak. Én a patak körüli fák gyökereinek talajában élek. A patak állandó vízellátást biztosítana számunkra, hogy csillapítsuk a szomjúságunkat. Most a fák gyökerei szárazak és kemények lettek, és én attól tartok, hogy a fák elszáradnak a patak nélkül. Nem fogjátok megkérdőjelezni a döntésemet. El innen! A hercegnő kérte a bölcsasszonyt, hogy próbálja meg még egyszer. És ezúttal az eddigi legszebb teremtményeket küldte. Na, ezek meg kik? A kerted körüli virágokban élek, amelyeket annyira szeretsz. A patak vize nélkül a körülötte lévő virágok elpusztulnak. És a kert többi részén lévők borzasztóan betegek a szomorúságtól a kegyetlenséged miatt. Hogy mersz kegyetlennek nevezni? Ártatlan lények megölése, kegyetlenség, felség. A patak körüli fűben élek, azon, amin régebben élvezted a hosszú sétákat. És mondhatom, a fű nem fog kitartani. Hes, el innen! A hercegnő könnyekben tört ki, mert látta, hogy nincs mód arra, hogy apját ráébressze arra a pusztításra, amelyet a kertben magának az anyatermészetnek okoz. A bölcsasszony biztosította őt arról, hogy még egyszer utoljára megpróbálja. De ki vagy? Éljen, felséged! Éljen a király! Végre! Végre van otthonom! Ezt meg hogy érted? Én vagyok a tündér, aki minden szép dolog szenvedésében és pusztulásában él. Senki sem akar engem ezen a világon, és nincs otthonom. De most, hogy eltávolítottad a patakot,
A fák, a virágok, a fű mind meg fognak halni. Otthonra lelhetek a kertedben. Királyságodnak nem lesz szépsége. Köszönöm. Nagyon köszönöm, felség. Nem, 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 nem maradhatsz itt. Nem úgy van ám. Vagy a patak, vagy én. És mivel nem fogod visszaadni a patakot, én maradok. Jöjjön vissza a patak. Drágám, kérdezd meg azt a bölcsasszonyt az erdőben. Hogyan kaphatom vissza a patakot? Kérdezd meg! A hercegnő nagyon örült. Olyan gyorsan ment a bölcsasszonyhoz az erdőben, amilyen gyorsan csak tudott. És megkérdezte. Csak mondd meg apádnak, hogy sétáljon a kert fala mentén. Tudni fogja. Szóval a hercegnő elvitte az apját sétálni a kert falánál. És akkor... Pillangok! Azt hittem, hogy a patakkal együtt végük. Nézd, úszik a hajom! Sikerült! A király látta, hogy amikor megrekesztette a patakot, a víz egyszerűen más utat talált, és új medret készített magának. Olyat, amely kifutott a palotából. Az anya természet mindig utat talál magának. Ha nem a kertben, akkor máshol. Király uram, nem tudod uralni a természetet, legyél bármilyen hatalmas. A király végre látta, hogy a patak eltorlaszolásával csak a kertje szenvedett. A patak olyan virágzó volt, mint egykor, örömet és gyönyörűséget nyújtva a város többi részének. Engedd szabadjára ezt a gyönyörű patakot most! Apám! Köszönöm! Végre megértettem, mit jelent az igazi erő. Olyan, mint az anya természet, mint a patak. Örömet és jó kedvet hozva mindenkinek. Soha többé nem leszek az az arrogáns bolond, aki voltam. Megígérem. És így is lett. A király feladta minden arroganciáját, és az a nemes, igazságos uralkodó lett, akinek mindig is lennie kellett volna.